Na, sziasztok, kedves barátaim! Most jelentkezek egy újabb videóval, nagypéntek, április 7-e. Igen, ez nem a mitás, ez a valóság. Hó van, hideg van. Jó Istenem, Istenem, milyen tavaszunk van te, jó Isten! Durva, na durva minden esetre. Tegnap előtt reggel 20 centis hó volt nálunk, hajatke. Csak nem volt időm, ugye melyek munkába reggel korán nincs időm videót csinálni. Még most is havazik. Hát na, mit csináljak? Ez van. Na de hogy jártam én? Hát letakarítottam. Azért akarom nektek mutatni, hogy... Na, bemegyek a nagy áruházba, itt a városba. És... megyek elé az első sorba, ugye bemegyünk a Dede, nem mondom tovább, nagy áruházba, itt a városba, és megyek az első sorba, és oda pillantok bal felől, és nem itt látok. Moldova szőlő. És akkor megláttam ezt itt a Moldova szőlőt, hát eszembe jutott Boris bátyja. Boris bátyja, ugye ő karpátaljai, ahogy néztem, nagyon-nagyon profi szakember. Le a kalappal előtte minden esetre. Nézem minden videóját, követem minden innen Csíkból, Erdélyből. És egyik videójában, ha jól emlékszek, ugye kérdezte valaki egy követője, amíg a másik csatornán, ma ugye aki, tudjátok, fel vagytok iratkozva, aki rá, az tudjátok, hogy tönkretették az első csatornáját. Hogy egyik ember kérdezte egyik követője, hogy Boris, milyen szőlőt ültessek én, hogy igénytelen legyen, nekem permetezzek örökké, nekem permetezzem, szívós legyen, a betegségeknek ellenálló legyen. És egyik videójában mondta, hát mit, hát Moldova szőlőt. Azt ott kell, és az az egyik legszívósabb szőlő. Na, én azt nem felejtettem el, azt a videót néztem tavaly nyáron, mikor. Nos, máma, bemegyek a nagy áruházba. Bal felé oda pillantok a pócra, halljátok, és felrakva egy csomó szőlő tőke, vagy hogy mondják, szőlő tőke, ne. S hát, Moldova fajta szőlő, ne nézzétek meg milyen. Szép, be van csomagolva, és eszembe jutott. Abban a pillanatban, amikor félrefordultam, odafordultam a pócra, eszembe jutott Boris bátyja. És akkor mondom, kész, ezt nem hagyom, ezt egyszerűen megveszem. Ma mindjárt nincs hely az udvaromon, mindent megtöltöttem, gyümölcsfával, mindennel. Ilyen, akinek ez a hobbija, na. És itt a másik szőlőm, már ugyan én volt ide ültetve egy szőlő nekem, egy pár éve, de ez csak egy olyan, nem tudom, nem ismerem a fajtáját, nem tudom, csak bele volt szúrva egy pacika, olyan szép lett belőle, ne felengedtem a házódalam, és nagyon, de nagyon meg vagyok elégedve vele, abból a szempontból, hogy tavaly majdnem egy vider szőlő lett rajta. Ezen. A fajtája az a baj vele, hogy evel, amit én kaptam valakitől, hogy ez is olyan, hogy ha permetezem, nem kell se permetezni, se semmi, hanem hogy kicsikék maga a szemek, beérik, majdnem 800 méteres magasságban, fenyőerdők vannak itt mellettem. Úgyhogy ez egy is egyáltalán nem szőlőtermesztő vidék, még álmotokba se gondoljátok, hogy itt szőlő, de itt nálam valahogy itt a házoldalán védett, közvetlen ideültettem. No, és olyan finom ennek a szőlőnek apró szemű, kék, de van egy olyan utóíze, nem tudom a nevét, nem vagyok szőlő szakértő. Ennek mondja, aki a muskotaj, vagy nem tudom miféle, ez inkább borszőlő lehet. Kék, apró, és nagyon-nagyon utóíze, van egy olyan erős utóíze, ami finom. A piacon is, ha mész, hogy vegyél szőlőt, ősszel itt nálunk, akkor is esetleg egy hájt, két hájt, ha kapod ezt a szőlőt ingyenségként, mert nem, ezt nem igazán árulják, észrevettem. Nos, akkor
Meglátom azt egy jó, abba hárba megvettem két tövát, a Moldova fajtából, és most el fogom mind a két tövet ültetni, annak ellenére, hogy ne lássátok én. Hó van, hideg, hát plusz egy fok van most, de nem tartom, nem törődök. Nem viszem be a házba, hogy tartogassam, kihajtva nincs, ne lássátok, ez így kibontom, most Moldova, kicsit késői, azt írja a viccen, nem oltott, kicsit késői szőlő át, ahogy látom, de kíváncsi vagyok a ház oldalán. Mit ad elé? Már csak meghagyom, legyen ki a zacskójából, hoppá. Dadadán, álljtok meg. Megnézzük ügyesen, hogy mi van itt. Mi van szépen fólia, az vagy gyakára. Itt megnézzük, hogy mit ír rajta. Jurta, prot, lényegtelen. Produkator, Pólya János. Szój Moldova, portáltój, tehát portáltój az az alany, ami van, teleki 5 CGM 6. Cara produkció, hát a magyarországi. Mi? Hallj meg. Cara produkció, magyarból van. Azt a szerelmét magyarból van. Portáltój teleki, tehát maga az alanya, mire van, az teleki 5 CGM, nem tudom, mindegy. Nos, így néz ez ki. Lássátok-e valami viasz, ez ilyen gyertya viasz van rajta. Gyökérzete is szép, és ezt mind a két tőkét elültetem olyan helyre, ahol szülőnek semmi keresni valója. No, és elültetem ide a ház mellé, hogy védett helyet legyen, mert azt vettem észre itt nálam is, ha hamarabb előolvad itt ezen a déli oldalon a hó. És mivel van az a szőlőm, ez a, nem tudom, vad, vagy nem tudom mi a neve, miféle. És ez nekem bevált. Felengedem a háztetejéig, nem érdekel, húzok ki ilyen drót, műanyaggal be van vonva, nem a kihúztam fel a felső gerendáig, ott takárja fel az oldalon. És akkor itt megütközik a nap, ez a házomnak a déli oldala, és ide teszem. Mivel, hogy hol lakok én, semmi köze a szülőnek, csíkország. Na, ide csinálok körülbelül egy méterre a másik tőtől, beléteszem ide a Moldovát. Ide csinálok egy ask, egy gödröt. Súvám a csak embert. Az a baj, nálam van egy olyan probléma még, hogy ne menjen a hó. Hogy nálam tiszta, rossz a főd. Nem jó a főd nálam, az a baj, hogy ugye tiszta adnak. Agyok nálam a fő, de megganyízom ügyesen. Tiszta agyak a fő nálam. Hozok egy kicsi jobb bocska fődet. Lássuk egy gödröt. Hát ha a másik megélt, és annak csak annyit csináltam, hogy belészúrtam oda. Tiszta sok voltam, testvér. Né. Hogy csak annyit csináltam, hogy belészúrtam azt, hogy valaki adta nekem. Akkor, de van benne giliszta, és ha giliszta van a fődben, az jó jel. Nem alsok én nagy méteres, nem tudom, csináljon mit akar. Hát, ha lesz belőle valami. Hát ha a másiknak tetszik, akkor lássuk ennek is, ha tetszik. Még szedjek-e ki vajon? Milyen kegyetlen tavaszunk van, Isten! Szerencsére nincsenek gyümölcsfák, csak muskáznak rügyezni. Most
puskáznak rügyetni gyümölcsfák. Szerencsére. Nem várom, amíg melegebb lesz. Ha élni való, akkor megél. Francba belém a leget tapasztaltam mindenből. Nem kell annyit kényeskedni. Kedőznek az ójába, ügyesen. Megapítom a füldet. Még hozok kicsi fekete füldet. Pa. Nem jó ez. Hoztam valami fekete füldet. Mi annyi hangya van benne? Ez nem. Jó. Hú, belé kell üt. Gödör ójába, a fenébe be. Ma meg olvottam el korban. Ennél jó füldet én se kaptam. Ez hátulról van. Hát elintő lesz-e valami fekete? Csak jobb ez. Nem ilyen volt. Na, bontsunk ki egyet. Hajtok meg a csapatban. Nézzük csak meg. Ügyesen, be van viaszozva. Ezt a kicsi fitrikát rajta hagyom. Na nézzem, csak meg. Lássuk, hogy mit tud ez a Moldova csíkba. Moldovai. Ő mi gyakára van, tessék. Mászál neked? Lássuk, hogy mit csinál. Van egy csomó most. Most, faforgács. Vizes szolma, ezt leveszem róla. Állj csak meg, nézzük meg, hogy... Hogy néz ki ez a szőlő, Moldova? Szőlő, elültessük ügyesen. Lássuk, hogy mit ad el. Mindegy, inni és... Leveszem. Na, gyerekek, kedves barátaim. Így néz ki. Nyomom így, és így néz ki, ne. Ezek a gyökerei. Élők, látszik, hogy szépek, nem szarra semmi. A szőlő nincs kihajtva, tehát nem úgy van, hogy a nagy áruházba elhozták, értitek-e? Mert volt olyan, elhozzák, s hogy tartsák, s a nagy áruházba kihajt, és az ma veszélyes, hogy megéljen ma. Nincs annyi esélyed rá, hogy megéljen. Mert ja, láttam én személyesen az áruházba, de ezt most lehetett hozva, még friss. És ahonnél hoztak, se volt kihajtva, ne lássátok-e? És akkor úgy néztem, hogy ha jól emlékszek a videóra, amit mutatott Boris bátya, profi, mert én azt mondom, hogy Boris bátya egy igazi profi a szőlőszedben, én meg halvány fogalmam sincs a szőlőszethez. Csak annyi, ami van ez a vad tő a hatomnás. Együk, azt csinálom, hogy nem hoztam elé egy megszólót. Na, megvan a... Jaj, ezt a mocskoltam a csekimet. Jaj, nem mindegy, a franc, szegye meg, mit csináltam? Na mindegy, megvan a metszóló, és itt a tő, tövecske, és akkor visszavágom a gyökereit. Én úgy emlékszek, hogy egy kicsit sajnálom, de egy ennyit félig visszavágom, mit szólsz? Egy ennyit kivágok a gyökereiből. Némilyen élő, ez friss, ezt most hozták a záruházba. Ne lássátok-e? Milyen szép, élő, tiszta. Na lássuk, mit adsz el éte, Moldova. Moldovai szülőt ültetek Erdélybe, emberek. Ez is hosszú, ezt is levegyük ideig, ne. Én ne. Olyan vágjak-e még? Úgy sajnálom, olyan szép gyökere vannak. Egy kicsit visszacsíptem mindegyiknek a hegyiből, a tebbit hagyom. Na lássuk, mit ad el Erdélybe a Moldova szülő. Boris bátya azt mondta, hogy... A lusta emberek szülője, mert
Azt csak belétesz egy csó. Ha van annyi. Hát jó van, beléteszem, lássuk, hogy bírja ő a hideget, és aztán beszélgetünk. Né, jó. Most már kezd olvadozni, ne busuljatok. Aminya, semmi minya, húsvét, nagy péntek. Istenem, milyen tavaszunk van, mikor jut eszembe. Pú, minya, nem hiszem el. Lenyomta a hó a ribizlimet. Szerám, meg kell bolondulni. De még volt mondjuk ilyen. Jó. Jövünk ide. Megnézem, hogy mennyi mélyre tegyem bele ezt a moldalszőlőt Erdélyben. Mit csinál? Attól, hogyha itt, hát így ennyire bele teszem. A gyökerei szétmennek. Meg kell hozzak egy kicsi jobbocska fődet. Ez az agyag. Ha így egy kicsika a gödör, de valami lesz. Aztán... Hogy na, megint hókál is. Hoztam egy kicsi jobbocska fődát is. Éni. Gyere csak ide, né. Gyere csak, bújj belé, te ide, né. A jó meleg, hideg csíki fődbe. Bújj csak belé, Dani, a székelyföldbe. Szereti a moldovai székelyföldön, mi? Szereti a moldovai székelyföldön? Lássuk, szereted a székelyeket, a moldovai. Lássuk, szereti. Amikor ne egy felé legyenek, hajlítsam ezeket a gyökereket. Ennyi felé. Ennyi! Na most kérdés. Hogy tegyem? Így. Jó lesz így. Szerintem jó lesz. Mennyi mélyre tegyem? Szerintem jó lesz. No, hoztam kicsi jobbocska fődetni. Ennyi. Ez itt a közvetlen túl mély lesz is. Onnan lesz. Nálunk sajnos elég gyenge föld van. Hozok-e jó vider vizet? Még hozok vizet. Na, adjunk neki vizet. Jól bédög lesz, Temné. Amíg ezt kell kezden rügyázni, addig még van egy hónap. Már elég lesz, hogy nem. Fotós, mit csinálsz, édesapjai? Fotós, miért félre, no? Fotóska, gyere félre, fotós. Gyere félre, no, ütessük el ezt a szőlőt, no. Miért nem félre? Hoppá! Jó, belé duhattottam én. Hol van mi? Járnak lánc, fogja ki. Ha tudok elhozzam, földet a vetemendő. De jó főd, már né. Ne látod a gilisztát. Úgyhogy ha gilisztál a fődbe, az a jó jel. Na, elültettem az egyik tőkét. Na, lássuk, hogy mit fog eljadni. Na, megtapodom, ha jól én, ha jól megfogadjon, látjunk egy kicsi havat, és mit szóltok? Inni! Inni! Legyen értelmeim ma! Na, barátaim, mindjárt beléteszem a tarsát is, ez lenne az, ez is ugyanolyan, és ez lett volna a videóm. A mai videóm a moldova szőlővel, moldvai szőlőszékelyföldbe. Na, sziasztok, kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek!